Vasárnap este a Vox Mirabilis Kamara Kórus koncertjét hallgathatta meg a közönség a Városház téren felállított színpadnál. Az előadás után Székesfehérvár adventi koszorúján a harmadik gyertyát Tornyai Gábor plébános és Varga Tamás országgyűlési képviselő közösen gyújtotta meg. Ilyenkor advent és szenteste karácsony idején azt hiszem mindannyian egy kicsi gyermekké válunk, és a harmadik vasárnapon azt látjuk, hogy több napot hagytunk magunk mögött, mint ahány nap előttünk van, és annak is örülünk, hogy már nem kell sokat aludni, és szentestén megjön a Jézuska. Az öröm gyertyáját gyújtottuk meg. Az advent a várakozás megszentelése, ezt a várakozást folytatjuk. A harmadik rózsaszín gyertya az örömöt szimbolizálja. Mint Tornyai Gábor atya elmondta, az öröm gyertyája a karácsony felé, a megajándékozottság felé irányítja az életünket. A kísérlet nagyon ügyesen dolgozik azon, hogy a hiányainkra irányítsa a figyelmünket arra, ami nincs, vagy amire szükségünk lehetne, és elfeledkezünk arra, hogy mi mindenünk van. És ez az időszak talán arra is, abban is segíthet nekünk, hogy azokra az értékeinkre, kincseinkre rálássunk, amink van. Legyen szó akár személyes kapcsolatokról, legyen szó akár tárgyi dolgokról, de legyen szó akár a szellemi dolgokról, az emlékekről, amik ott lehetnek az életünkben. Tornyai Gábor hozzátette, ha a küszködésekben képesek vagyunk arra, hogy rálássunk ezekre az értékekre, akkor az öröm forrását is megtaláljuk az életünkben. A gyertyagyújtást követően a Zabos Regina Horváth Márk duó koncertje tette még meghittebbé az adventi hangulatot a belvárosban.